Február 1-től az étkezés megrendelése csak elektronikusan történik. A térítési díjfizetés alapja az elektronikus rendszerbe rögzített adatok lesznek. Az étkezés megrendelésével kapcsolatban vezettünk be egy új szoftvert, ami de a most már telefonos applikáción keresztül is elérhető, és itt egy nagy öröm, hogy egyre többen használják, tehát látjuk a regisztrációknak a számát, hogy ez emelkedik. Ez a szoftver alkalmas arra, hogy otthonról kényelmesen bárki lemondhassa az étkezését, illetve meg is rendelhesse a gyermeke számára, és így nem szükséges az iskola felé jeleznie, közvetlenül üzenőfüzetbe írnia, hanem közvetlenül már a konyhánál fog megjelenni az, hogy ő lemondta ezt az étkezést. Itt ami fontos az, hogy mindig a következő napra tudja lemondani az étkezést, a tárgynap 11 óráig. Tehát van egy napos elcsúszás, hiszen a konyhának már előtte nap elő kell készülnie az étkezéssel, de ez azt gondolom, hogy még így is mindig egy sokkal jobb és sokkal kényelmesebb megoldás, mint ami korábban volt. Sajnos, amikor covidos lezárások vannak az intézményekben, akkor természetesen csökken az étkezők száma is, de sikerült megtartanunk ezt a napi 1000-1100 körüli adagszámot, ami azt gondolom, hogy egy ekkora konyhának ez egy jó szám, hiszen a környéken nincs több ilyen konyha, aki ekkora mennyiségben ilyen mennyiségű adagszámot tudna előállítani. A program használatával online módon gyorsan és kényelmesen iskolai és konyhai ügyintézők bevonása nélkül a szülők maguk is lemondhatják, a későbbiekben pedig weben keresztül ki is egyenlíthetik a térítési díjat. A felületen keresztül tájékozódhatnak a gyerekekre vonatkozó étlapokról, a fizetendő térítési díjakról, a megrendelt étkezésről. Tehát először regisztrálnia kell a gyermeknek az azonosító számával, ami most megtalálható a számlákon, tehát ezzel nem fogunk változtatni. Ezzel az azonosító számmal lehet regisztrálni a honlapon, ami elérhető az intézménynek a honlapján és a GAMESZ-nak a honlapján. Iskolák is közzétették a közleményt, illetve megjelent a helyi médiumokban. Ezen a honlapon, hogyha regisztrál a szülő, innentől fogva látja a gyermekének a megrendeléseit, tud fizetni majd ezen keresztül, tehát a bankkártyás fizetést is ki tudjuk váltani, a készpénzes fizetést is ki tudjuk váltani egy egyszerű telefonos fizetésen keresztül, illetve nagyon fontos az, hogy a későbbiekben ez a rendszer lesz alkalmas arra, hogy ellenőrizze azt, hogy melyik gyermeknek van jogosultsága étkezni, illetve melyiknek nem, és a későbbiekben ezt fogjuk alkalmazni arra is, hogy a térítési díj fizetés az hogyan alakult. Tehát amennyiben térítési díj fizetés késedelembe esik valaki, akkor erről értesítést fog kapni ezen a rendszeren keresztül. Sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebben elérjük a szülőket, hiszen az ő általuk megadott e-mail címet tudjuk használni, és hogyha ez a fizetési teljesítés nem teljesül, akkor viszont ez azt fogja eredményezni, hogy a gyermek nem tud részt venni az étkeztetésben. A térítési díjfizetés mértékében nincs változás. Egy vonalkódos kártyát fogunk kiállítani, és ez lesz az, amivel a gyermek tudja igazolni, tehát vonalkód olvasó is telepítésre kerül mind a Mikszáth utcai tárolókonyhában, mind a központi konyhára, és így tudja a gyermek tulajdonképpen saját magát igazolni. Ezt a kártyát mi állítjuk elő, ez nem fog kerülni senkinek semmilyen többletköltségben. Én bízom abban, hogy nem fogják elhagyni a gyermekek, ha elhagyják, azt viszont azonnal kell jelezni, és azt szeretnénk elérni, hogy az iskolákat tudjuk tehermentesíteni az étkeztetéses feladatokkal. Én azt gondolom, hogy ez erre egy jó lehetőség, hiszen itt egy közvetítő szerep tud kiesni, hiszen eddig az iskoláknak jelentettek a szülők, most lehetőségük van arra, hogy közvetlenül a konyhának tudják a hiányzásokat, a térítési díjat és az egyéb észrevételüket jelenti, illetve nagyon fontos, hogy az igazolásokat is. Ezentúl azt szeretnénk kérni, hogy a konyhára vigyék be. A fejlesztés következő elemeként bevezetésre kerülnek a kártyaleolvasó berendezések, amelyek az étkezés helyszínén ellenőrzik, hogy a tanuló számára rendeltek-e étkezést, illetve térítési díja rendezette.